Lényegtelen, csak menj már, dolgom van. Akarom látni a híreket. Értem, Domi úr. Nekem is dolgom van, meg kell kapnom apukámtól a mai verésemet. Viszont látásra, Domi úr! Várjál! Kedden Székely Csaba Semmit se bánok című felolvasó színházi előadását láthatták a Gyulai Várszínházban érkezők. Az Erdélyi Hét keretein belül bemutatott darab Ceausescu bukása után másfél évtizeddel játszódik, megidézve a múlt és a jelenkor hangulatát. Egyik főszereplője Dominik, a kommunizmus alatt a Securitate, vagyis a román titkos rendőrség tagja volt. Ezek a férfiak 1989 előtt embereket kínoztak, börtönöztek be ártatlanul, és családokat tettek tönkre. Dominik is egyike ezeknek a férfiaknak. A darab jelenében már nyugdíjasként él, nem is gondolva a múltban elkövetett bűneire. Székely Csaba műve azonban felvetette a kérdést, mi történik akkor, ha egy ilyen ember rájön, hogy tönkretette az egyetlen olyan ember életét, akit szeret. A helyzet tragikumát egy sérült kislány szemszögéből láthattuk. Rengeteg humor van benne, rengeteg szórakoztató jelenet, úgyhogy közben az embernek a gyomra összeszorul. Itt egy gyerek szemén keresztül látjuk szinte a világot, meg a gonosz politikának a pusztítását, hogy mit tesz a jövő generációjával is. Azt tudom, hogy itt volt Gyulán korábban a Szeretik a banánt az elvtársak, ami Sebestyén Aba monodrámája Székely Csaba darabjából. Ott is egy sérült kisfiú szemével láttuk azt a világot, itt egy sérült kislány lesz. Köszönöm, Tomi úr, hogy rá szeretne venni, hogy a kutyákkal beszélgessek, de sajnos késő van, és mennem kell megkapni a mai verésemet. Szép estét, Tomi úr! Lőkös Ildikó dramaturg elárulta. A felolvasó színház műfaja nem feltétlenül jelent átmenetet a próbafolyamat és a klasszikus előadás között, hiszen a színészeknek így is közönség előtt kell játszaniuk. Tehát ez egy külön típusa a színjátéknak. Viszont a nézők úgy érzik, betekintést nyernek a kulisszák mögé. Hozzátette, az előadás e módja az első lépés a dráma útján. A felolvasó színházban tulajdonképpen felmutat az ember egy szöveget, bízik abba, hogy hát a híre megy, hát valaki igazából megcsinálja, esetleg Sebestyén Abának, mert ugye én szervezem meg ezt a csapatot, mint a sorozat szerkesztő dramaturg, és hát azért ilyenkor dramaturgként abba bízik az ember, hogy hát az a rendező megszereti, hát meg akar igazából csinálni, tehát ott talál hozzá egy színházat is, tehát ez az első lépés a dráma útján. A Semmit se bánok című előadás létrejöttéről, Székely Csaba művéről pénteken, Értékőrző című műsorunkban részletesebben is hallhatnak.